Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! Nyári szünet utáni első ülését tartotta ma délelőtt Pápaváros képviselőtestülete. A programon többek között elfogadták az idei év első fél évének gazdálkodásáról szóló beszámolót, és önkormányzati rendeleteket is módosítottak. Az ülésen megszavaztak egy új, a Pápaváros tiszteletbeli követe kitüntető cím alapítását. Személyi ügyekkel indult a helyi közgyűlés, a képviselőtestület új tagját, dr. Bányai Katalint önkormányzati bizottságokba, illetve a bűnmegelőzési és közbiztonsági tanácsadó testület tagjává választották. Elfogadta a testület az önkormányzat 2016 első fél évének gazdálkodásáról szóló beszámolót. Új kitüntető címet alapított a pápai önkormányzat, a Pápaváros tiszteletbeli követe címet, melynek adományozási rendjét elfogadták a képviselők. Olyanoknak szándékozzuk ezt a, vagy szándékozom, mert ezt a polgármester adományozza, a Pápaváros tiszteletbeli követe címet adni, akik nem a településen, hanem a településtől távol, akár ott, ahol a lakhelyük van, ahová a hivatásuk vezérli őket, ahol hosszabb, rövidebb ideig élnek, képviselik a város érdekeit, és hogy ezt megteszik, azzal megelőző életútjukkal, tevékenységükkel szolgálnak rá, illetve azzal tudják igazolni. Módosították az ülésen a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatát, valamint a közterület használatáról és a reklámozás rendjéről szóló rendeletet is. Ennek értelmében a szűkebb belvárosban nem lehet adománygyűjtést végezni. Módosították a belváros közlekedéséről szóló rendeletet is. Így szeptember 24-től kezdődően, péntek délutántól vasárnap estig behajthatnak a járművek a főutcára. Képviselőtestület elfogadta azt a módosítást, hogy a főutcára péntek 14 órától vasárnap este 22 óráig nincs behajtási korlátozás. Egyébként a főutcán parkolási díj sincs, aki akar pénteken 2-től vasárnap este 10-ig behajthat a főutcára. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletet is módosították a programon. A lejárt határozatok között elhangzott, hogy a Pápai Termálvízhasznosító ZRT visszafizette hiteleit, így a társaságnak sem beruházási, sem folyószámla hitele nincsen. A vegyes ügyek között módosították a Pápai Platán Nonprofit Kft. Tevékenységi köreit, és lehetővé tette az önkormányzat, hogy a Kft. Meghirdesse bérletbe a Galéria Bistrót, azért, hogy az Eszterházi kastéllyal kapcsolatos működtetési és marketing feladatokra még jobban koncentrálhasson a társaság. Az ülésen tudomásul vette az önkormányzat, hogy a Pápai Stadion rekonstrukció nem fog megvalósulni. A Pápai labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésére korábban megkötött szerződésünket közös megegyezéssel megszüntetjük. Ez azt jelenti, hogy a Pápai Stadion rekonstrukcióként futott program az nem fog megvalósulni. Gondolom sokan vannak, akiknek ez nagy örömet okoz, én nekem nem. Azért nem, mert ez egy olyan pápai vagyontárnak a létrejöttét, korszerűsítését jelentette volna, mi valamennyiünké. Csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarika ösztöndíj programhoz. Megszavazták a képviselők, hogy támogatja a város a Vörös Iskola kazáncseréjét, és módosították a pápai vízmű gördülő vízműfejlesztési tervét is. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az ülésen a város polgármestere bejelentette, a 125 jogosultból ketten jelentkeztek nyári gyermekétkeztetésre, egy idő után azonban ők sem igényelték az ingyenes étkezést. A program zárt üléssel ért véget, melyen többek között ingatlan értékesítésekről döntöttek a képviselők. A DK pápai szervezetében az elnök akadályoztatása alatt szeptembertől az alelnök látja el a vezetői feladatokat. Kocsis János helyett Dombó Lászlót bízta meg a párt a feladattal. A helyzet átmeneti, a jövő tavaszi tisztújításig változhat is. Kocsis János 2015 novemberében vette át a DK 4-es számú választókerületének elnöki posztját Kerecsényi Zoltántól, aki az országos tanácsi tagsága miatt nem láthatta el tovább a tisztséget. Az új elnök közel egy évig vezette a párt helyi szervezetét, most akadályoztatása miatt az alelnök látja el az elnöki teendőket.
A megválasztott elnökünk mi családi probléma állt elő, és ezt csak ilyen módon tudja kezelni, hogy vissza kellett mennie. Ő Németországból került ide, őrzi továbbra is a magyarságát, és nagyon kitartóan, azonban ezt így tudta megoldani. A párt nem választ új elnököt. A tavaszi tisztújító közgyűlésig marad a jelenlegi felállás. Részünkről ez nem jelent semmi mást. Addig, amíg ő nincs készelétbe, vagy nem tud jönni, addig én, mint alelnök, képviselem a DK-t, illetve teszem a dolgomat épp úgy, mint idáig, most helyette is. A jövőben pedig a tavasz folyamán tisztújítás lesz, és ha nem oldódik meg addig, akkor a tisztújítás során fog rendeződni az elnökség helyzete. Dombó László elmondta azt is, bővült a DK helyi szervezete, és hogy a jövőben több programot szerveznek, mind tagjaiknak, mind az érdeklődő helyieknek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával szervezte meg idén az autómentes napot a Jókai Mórművelődési és Szabadidőközpont. Szeptember 22-én számos településen tartanak programokat a környezettudatosság és a mozgás jegyében. Az egésznapos pápai rendezvénnyel a gyerekeket és a felnőtteket is megszólították a szervezők. Az autómentes napon az egyik alternatív négykerekű megoldás a lovaskocsi. Ezzel a lehetőséggel is élhettek a pápaiak. Az autómentes nap egyik célja, hogy hagyjuk otthon a személygépkocsit, és gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel induljunk útra. Már a kisiskolások is tudják, hogy ez lenne a helyes. Tudunk a saját lábunkon is benni mi már hova, és nem kell szennyezni a környezetet a gázzal. Bár a főtér mindig autómentes, a szervezők a programokkal felhívták a figyelmet arra, hogy autó nélkül is lehet közlekedni. Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy abban a környezettudatosság és a mozgás álljon a legfontosabb központi helyen, hiszen ez a nap nem csak az autómentes szól, hanem az Európai Mobilitási Hét keretében a környezeti nevelés is középpontba kerül. Az egész napos program 10 órakor kezdődött. Több száz ovis és iskolás vett részt a rendezvényen. Volt többek közt Kressz Park, ökojátszótér, de a pápai rendőrkapitányság is várta az érdeklődőket. A jól ismert kirakóinkat rakhatják ki, hűtőmágnes színezhetnek, amelyek közlekedési táblákat ábrázolnak, de memóriakártyázhatnak, színezhetnek is, és játszva gyakorolhatják a közlekedési táblák jelentéseit. A gyerekek mindezek mellett kipróbálhatták a trükkös bringákat és a gokartot is. Nagy sikere volt a BMX bemutatónak. Délután a Pápai Nyugdíjas Egyesület tagjai közösen tornáztak a főtéren a kellemes időben, majd csatlakoztak a természetjárókhoz, és templomtúrára indultak. A jó példa sajnos nem volt ragadós. Autómentes nap van. Igen, hallottam róla, attól függetlenül a Jókai utcán rengeteg autó jön, megy. A kerékpárosokat délután bringaszervíz várta a téren, valamint volt kerékpár szépségverseny is. Az egyik pápai sportüzlet csapata zsűrizett. A kerékpár szépségversenyt Pölöskei Arnold kétkerekűje nyerte. Helytörténeti túrával kezdte az évadot a honismereti kör. Az idegenvezető Huszár János volt, aki ezúttal az Alsóváros sírkertjeiről beszélt. A sétát az Anna téren kezdték, majd az alsóvárosi temetőben folytatták. Huszár János, Bél Mátyás díjas helytörténész évtizedeken át volt vezetője a Várostörténeti Honismereti Körnek. Lemondása óta is aktívan részt vesz a csoport életében. Korát meghazudtoló lendülettel és aktivitással vezette a sétát, melynek első állomása az Anna tér volt, hisz itt volt az Alsóváros első temetője. Arra nézve, hogy mikor kezdtek el ide temetkezni a pápaiak, nincs pontos adat. Annyit tudunk, hogy főként protestánsokat helyeztek itt örök nyugalomra. Igazából az elejét nem tudjuk, de körülbelül az 1300-as, 1400-as években is használták. A temető területe az Anna tértől egészen a mai Damjanics utcáig ért el. Az 1800-as évek elején volt itt az utolsó temetés. 1837-ben nyitották meg az alsóvárosi temetőt, melyhez földterületet az Eszterházi földesúr adott a városnak. A honismereti kör tagjai több jeles személyiség sírjánál is megálltak, de ellátogattak a katonasírokhoz is. A hősi sírokhoz elmegyünk,
a volt ejtőernyős tisztek, akik elestek a II. Világháborúba, a német síremlékekhez. A honismereti kör következő összejövetele október 19-én lesz, akkor egy belvárosi sétára invitálják az érdeklődőket. A Lendvai Egy és Más Színház és a Pápai Telesztarion között tavaly indult a munkakapcsolat. Idén augusztusban a két színjátszó közösség közös tréninget tartott Lendván, ahol rendszerezték a pápai műhely által alkalmazott gyakorlatokat, játékokat, megfogalmazták a módszertani alapokat. A közös munka eredménye egy közel 100 oldalas gyűjtemény, melynek kiadását a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet is támogatja. A szlovéniai Lendván a 10 napos szakmai tréningen a vendéglátók részéről részt vett Miha Stampach és Éva Nad, pápáról pedig Herceg Diana, Komáromi Sándor, Koncz Lilla, Mócár Bence és Tegyi Kornél. Az egész napos tréningeken, szakmai beszélgetéseken kidolgozták a metodikát, összeírták, kipróbálták a Telesztarion által használt játékokat, gyakorlatokat. A Telesztarion már régóta készül arra, hogy a saját műhelyében használt gyakorlatokat, illetve magát a módszertant, amivel dolgozunk, ahogyan képezzük a diákjainkat, azt megpróbálnánk rögzíteni valamilyen kiadványkönyv formájában, és kínálkozott a lehetőség, hogy a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet partner lenne ebben a dologban, mind az előkészítő munkálatokban, mind pedig a konkrét könyvkiadásban. Így alakult ki az a gyűjtemény, melyben rögzítették, hogy milyen célokkal és megközelítésben alkalmazza a pápai csoport a játékokat, s melyek a legfontosabb gyakorlatok. Arra volt jó ez a 10 nap, hogy rögzítve lettek ilyen támpontok, ami alapján az ember, hogyha bekerül egy csoporthoz, akkor fel tud saját maga is építeni egy komplett színésztréninget. Nyilván ehhez nagyon sok ismeretanyag szükséges, nagyon sok olvasmány. Nem vagyunk még ezen a szinten, de most már van valami olyan segítség a kezünkben, amit a későbbiekben, hogyha ilyen irányba terelődünk, akkor tudunk hasznosítani. A közös munka még folytatódik, mondta Komáromi Sándor, hisz októberben ők látják vendégül a lendvaiakat. Főként vásári komédiák és bohózatok szerepeltek a II. Bödögei Komédiák Fesztivál programjában, mely egyre népszerűbb rendezvény. A kétnapos programon ezúttal a házigazdák a szó- és képszínpad mellett 7 vendégtársulat lépett fel. A fesztivált a szó- és képszínpad és a homokbödögei önkormányzat szervezte a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A II. Bödögei Komédiák Fesztiválon ott volt a Papkeszi Restmacskák, a Makói Kamarateátrum, a Vasvári Üssa Hasadra, az Őrs Újfalui Ésszínház, a Veszprémi Alig Színpad, a Büki Sok Színpad és a Körmendi Kaszt Társulata is, természetesen a házigazdák a szó- és képszínpad mellett. Azokat a csoportokat hívtuk meg, akik hozzánk a legközelebb állnak, mondhatnám azt, hogy a szívünkhöz legközelebb, barátokat hívtunk igazából, olyan csoportokat, akik szintén hasonló fesztiválokat szerveznek, és ahol minket szívesen látnak. Tehát ők is szoktak minket meghívni saját fesztiváljukra, illetve olyan csoportokat, akik hasonló műfajban tevékenykednek, mint mi, tehát főleg bohózatokat, vásári komédiákat állítanak színpadra. A fesztivált a Pápa Város fúvószenekara vezette, menet nyitotta. Az első előadás a szó- és képszínpad Piramus és Tisbéje volt, hatalmas sikert aratott, aztán egymást követték a bemutatók. Egy ilyen fesztivál amellett, hogy kikapcsolódást, szórakozást jelent a közönségnek, a társulatok számára remek alkalom a szakmai tapasztalat cserére. Egy fórum, ahol találkozhatunk, ahol ötleteket leshetünk el, vagy kérhetünk egymástól, és vendégül látjuk egymást, tehát visszaadjuk azt a szeretetet, ez is egy célja, amit kaptunk tőlük, mikor megvendégeltek minket. A II. Bödögei Komédiák nagyon jól sikerült, mondta Csukárdi Sándor, aki megköszönte a település polgármesterének, Áldozó Péternek és a helyi önkénteseknek a segítségét. A jól sikerült fesztivál előre vetíti, hogy lesz 3. Bödögei Komédiás találkozó is, némi változásokkal, de erről egyelőre nem árult el részleteket a szó- és képszínpad vezetője. Híreink után jöjjön a hétvége időjárása.
Szombaton eleinte sok lesz a napsütés, később északnyugat felől felhők érkeznek. Kora este északkeleten egy-egy zápor is kialakulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. A csípős hajnalt követően délutára 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap változatosan felhős napos időre számíthatunk, csapadék hazánk nagy részén nem várható. Keleten megélénkül az északkeleti szél. 18 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, jövő héten is várjuk Önöket a híradóval, tartsanak velünk, viszontlátásra!